nagyon finom. No, hát köszöntök mindenkit a Újbuda lakóinál, főleg Gazdagréten. Ahogy látjátok, megnyílt egy új hely Gazdagréten, egy palacsintázó, gófrizó, és itt vannak a legjobb kritikusok, ugye? Gyerekeknél a kritikus úgy sincs. Megkérdezhetem, hogy hogy hívnak? Nimród. Na kérem, Nimród fogja elmondani, hogy milyen a legújabb palacsintázóban a palacsinta. Nimród, hány éves vagy? 6 éves vagy? Hát akkor te már lassan szakács leszel, nem vagy cukrász? Szereted a palacsintát? A gofrit is szereted? Minden szeretsz, ami édeség, ugye? Igen. Tök jó. És azért látom, hogy itt palacsintáztál. Hogy ízlett? Nagyon. Nagyon ízlett? Milyen ízű palacsintát tettél? Fahéjas, cokis, és lekváros is. Hármat megettél? Hát akkor te már pályázhatsz a Gazdagréti palacsintás király címre. Ennyi palacsintát meg tudsz edni. És a kis barátodat hogy hívják? Zoyán. Na és neked, hogy lát, most lehet is látni a kamerában, hogy eszi a palacsintát, fantasztikus. Neked is ízlik? És ha jól tudom, akkor te nem Gazdagréti vagy, te ide jöttél a palacsintát. Gazdagréti? Még jobb. És akkor te is valahol hallottál erről a boltról, hogy megnyílik? Hol hallottatok erről, a webben? Vagy hol volt ez? Facebookon? Hol láttam? Nem a Facebookon. A Facebookon? Nehogy a Facebookon. Én ott láttam. No, itt. Nem is a Facebookon, hanem az egyik barátom mondta, megnyílte. Azt a betyárjátok. Az azt jelenti, hogy már olyan népszerű a bolt, hogy ma nyit 11-kor, de már a kisrácok mindenhol, suliban, oviban, mindenhol erről beszélnek. És az azt jelenti, hogy szerinted te le fogsz még ide jönni? Igen. Biztos? Biztos. Eszed a palacsintát még? Tök jó. A szüleidnek én csak azt tudom mondani, vagy azt tudom kívánni, hogy jó vastag pénztárcával kell jönni, mert szerintem te rengeteg palacsintát meg tudsz enni. Hát akkor még annyit, ha megmondod a kamerából. Szerinted mondj már egy ilyen dicsérő szót, hogy valami ilyesmit, hogy jöjjenek a többi srácok is. Jó, biztasd őt. Gyertek, már nagyon finom a palacsinta. Azt a betyárját. Na hát, kedves felnőttek, kedves gyerekek, hallottátok. Amit Nimród mondott, azt kell betartani. Tök jó. Köszönöm szépen a riportot neked, és további jó étvágyat. Jó étvágyat. Én is szeretnék egy ilyen. Én is szeretnék. Hát, bejegyültünk az üzletbe. Az előbb a kisrác elmondta, odakint volt egy riport fel, hogy ez valami eszméletlen finom, és ugye vissza akar jönni folyamatosan, szüleim biztatja is. Hát itt vagyunk, kedves gazdagrétiek, kedves újbudaiak, nem csak gazdagrétieket biztatok el, Örmező, Etele és társai, vagy bárhonnan, vagy Gazdagréti, vagy Újbudáról, föl kell jönni megint. Én csak így ránéztem, az előbb fotóztam, milyen palacsintak, egyik szem, mint a másik. Én nem kóstoltam, de majd megfogom, de tök jó. No, hát itt vagyunk a háziasszonynál. Marika, jól tudom, a kedves? Igen, Marika a becenevem, de a hivatalos nevem az Mezei Olga. Mezei Olga, de mindenki csak Marikázza nyugodt, amikor bejön, de rendkívül szimpatikus, nagyon barátságos, ahogyra beszélünk. De Marika, hogy kerültél ide Gazdagrétre? Ide valósi vagy, vagy azt látod, hogy ebben van üzlet, van biznisz, és azért jöttél ide, mit lehet tudni róla? Hát én nem vagyok gazdagréti... Nem vagy leszel. Remélhetőleg. Én egyébként vidéki asszony vagyok, Nógrád megye, egy kis faluból, amit úgy hívnak, hogy Bujak. Azt a betyárját. Tehát följöttél Nógrádból, hogy nekünk palacsintát süssél. Nem semmi. Igen, többnyire igen. Aztán ugye én sokat dolgoztam étteremben, és mindig ehhez főződött, hogy nekem ezt csinálni kell. A palacsinta gófri, azt mindenki szereti. Az biztos. Ez volt az álmom, hogy egyszer egy ilyen kis vendéglátást üzemeltessek, és hát hála jó Istennek, most úgy látom, hogy sikerült valamilyen szinten. Volt ennek így, ahogy én utána olvasgattam előtte, elég nehézkesen jutottunk el eddig a pontig, jól tudom? Tehát, hogy igen. Körülményes volt ez a kinyitás. Igen, hát a Covid sajnos, ez a vírus, ez azért már nyitottam volna hamarébb is, igen. Csak hát ugye nem tartottam értelmét, mert hát ugye a vendégeket nem tudtam még úgy fogadni. Hát most már azért vannak feloldások, és hát remélhetőleg ez így is fog maradni. Nem tudom, hallottál-e róla, hogy Gazdagrét az egy ilyen kis gasztro közösségé vált. Ugye itt az utcának a másik oldalán, ott már ilyen sorozatban a rétestől a fagyig, a bióig, biófagyig, bióételig, a cukersütig, tehát igen, itt az itt élők imádják azt, ami édes szárnyak vagyunk, nem tagadjuk. Igen, tehát igen.
tartok, hogy sok vendéged lesz. Mi az, amit üzennél a gazdagrétieknek? Mi az, amit szeretnél nekik átadni? Hát az ő építhalmosságokra, az ő buddításukra nyitottam én ezt az üzletet, mert előzetes felmérés alapján ezt felmértem, hogy mit szólnának hozzá. És egy hónapokkal ezelőtt ezt ők buzdítottak, várták is. Nagyszerű. Szóval ő miattuk csináltam ezt az egészet, és hát azt üzenném a gazdagréti lakosoknak, és a környékbelieknek. Jó nagy környékám ez. Környékbelieknek, hogy szeretettel várok mindenkit. Ha csak egy palacsintát eszik, akkor is megismerjük, beszélgetünk. Szóval nem feltétlenül csak azért, hogy most hogy az üzlet menjen, hanem azért, hogy szeretnék az emberekkel, minél több emberekkel beszélgetni, találkozni, megismerni. Én úgy kezdtem ebbe a bizniszbe, hogy én nem meggazdagodni szeretnék, csak egy pici kis jövedelemmel szeretnék. Szeretnéd jól érezni magad itt közöttünk. Igen, így van. Ez egyébként egy kis falu. Tehát ha van bárhuzam Nógrád és mi közöttünk, ez itt egy kis falu. És itt mindenki nagyon barátságos. Igen, vettem észre, úgyhogy tényleg nagyon szeretem az itteni közösséget, nagyon szeretem, és hát remélhetőleg, hogy ez így is marad. Szeretek emberekkel foglalkozni, szeretem a vendéglátást. Hát kérem, most csak azért fogom majd rövid a riportot, mert már tömegével állnak ki, és jönnének palacsinkázni, nem akarom, hogy ilyen hajjon, de azért még egy nagyon fontos kérdés, hogy milyen ízek? Tehát mit lehet tudni, mire lehet számítani a kérdőjük, és milyen árakon nagyjából, igen, hogy működik? Igen, hát a palacsinta különböző ízekben lesz. Fa van jelenleg is, fahéjas, kakaós, nutellás, lekváros, túrós, és ez még majd fokozódik, ugye lesz pudingos, gyümölcsös, aztán ugyanilyen ízesítésű gofrik lesznek. Az igen. Aztán pedig jó sok tejszínokban. Így van. Az árakat megpróbáltam úgy összeállítani, hogy ne legyen ez túl drága dolog. Hogy ez mindenki hozzáférhessen. És ne az ár miatt egyen egy palacsintát, hanem egyen három palacsintát. Szóval ez ne árfüggő legyen, hogy csak egy palacsintát szeretne, vagy egy gofri szeretne valaki megenni. Aztán szeretném bővíteni, mert sokan vannak gluténmentesek. Igen. Laktózmentesek, úgyhogy fogunk majd ilyet is, vagy fogok csinálni ilyet is, úgyhogy őket is várunk sok szeretettel. És az ízesítésekben is lehet majd cukormenteset is találni. Így van. Teljesen jó. Ez egyébként gazdagréten és a környéken is nagyon fontos. Nagyon sokan vannak jelen, nagyon sok cukorbeteg is van egyébként. Igen, sajnos igen. És ők kifejezetten keresik és hiányolják is egyben, mert ritkán találnak olyan üzletet, boltot, ahol az ő igényeket is ki tudják kielégíteni. Úgyhogy én azt gondolom, hogy nagyon sok sikert kívánok én neked, de ehhez azt gondolom, hogy jó helyre jöttél. Azt gondolom, hogy mi gazdagrétiek örülünk, mert ízes palacsintákat tehetünk egy olyan asszonytól, aki olyan szép, ízesen, magyarosan beszél, hogy öröm hallgatni. Köszönöm szépen! Öröm hallgatni. Úgyhogy legyél nagy szeretettel köszöntve közöttünk, és én most átadlak téged az ott sorban álló vendégeknek, mert nagyon falnak már ezt a palacsintát, és gazdagrétiek. Az előbb a riportban a kisrác mondta, 6 évesen azt mondta. Gyertek! Ezt mondom én is. Gyertek! Gyertek palacsintázni, gyertek grofizni, és élvezzétek azt, hogy gazdagréten megint van egy csodás kis üzlet nekünk. Értetek. Köszönöm szépen a riportot. Én köszönöm a lehetőséget, és tényleg várok mindenkit sok-sok szeretettel. Köszönöm. Én köszönöm. Anyám megállás meg mindig. Ez nem is anyám. Kedvét, fölveszed? Bocsánat. No, hát kedves gazdagrétiek, kedves újbudaiak, az öre volt egy helyes kis 6 éves látszal itt, aki palacsintázott. Most elkaptam egy még sokkal helyesebb, csinosabb, barátságosabb, mosolygósabb hölgyet, aki már nem gazdagréti, visszajött gazdagrétre, hogy palacsintázzon, így van? Bizonyám, láttam a gazdagréti csoportban, hogy meg lett úgy, hogy nyílt itt egy új palacsintázó, és hát
Nem bírtam ki. Nem bírtam. Nem, egyszerűen is. Meg is kóstoltam. Na hát ez az, én már láttam, tehát most még nem látjuk, akik azt a kamera mögött nézik a hölgyet, de kétszer-háromszor beugrált, és hozta-vitte, íz lett neki. De tényleg íz lett? Nagyon finom volt, szépen is van csomagolva, ahogy össze van hajtogatva, teljesen más ilyet még nem is láttam. Igen. Nem is ez a fajta, hogy így föl szokták tekerni, igen, vagy ez a háromszögbe hajtogatni, hanem tök szépen. Különleges palacsintáink vannak, gazdag réten, ebből azt lehet látni. Fantasztikus, és viccoltál, mutatom fölfelé a kamerába, hogy a nagyon bájos hölgy, aki az előbb a riport készül, ki Nógrádból eljött hozzánk, hogy ehessünk palacsintát. Mit szóltál hozzá? Milyen Marika? Nagyon, nagyon aranyos, nagyon kedves, szimpatikus, az akcentusa nagyon aranyos. Hát hiába, ízes magyar beszél Nógrádból. Igen, igen, és tényleg nagyon mosolygós, vidám, jó kedvű, és tényleg látszik rajta, hogy odaadja, belerakja a szeretetét. Mindent beletesz. Igen, a palacsintába. Akkor mit üzensz a gazdagrétieknek? Próbálják ki, mert nagyon finom. Jöjjenek és fogyasszák egészséggel. És Marikával is biztos meg lesz a kontaktus, igen, mert nagyon barátságos a hölgy. Igen. Hát nagyon szépen köszönöm neked, további jó étvágyat kívánok, köszönöm, örülök, szépen, hogy visszajöttél Gazdagrétre, ilyen csinos lányokkal kell terelokni egész Gazdagrétet. Köszönöm szépen, és további szép napot. Köszönöm szépen ennek is, én is.